Az a harmadik. Baradlai Jenő az utolsó napokban minden percét Plankenhorsték körében tölti. Egészen beszállásolta oda magát. A kobornik a harcolók között ügyelgett, annak az üresen maradt szobáját berendezték a számára, éjjel-nappal a háznál lehetett. A rendkívüli idők sok rendkívüli helyzetet tesznek megmagyarázhatóvá. Mikor az éjszakát az ostrom löppentyűtől fölgyújtott paloták világítják be, mikor az álmokat a bomba pukkanás űzi el az éjszakából, olyankor nem igen kérdezik, engedi -e az etikett, hogy egy nőtlen ifjú egy családapátlan körben tölti el a rettentő éjszakákat, s midőn a gyöngenők ájúldozva rémledezve erre-arra, azoknak ápolására, bíztatására közel tartja magát, sőt, a ház leányát óra hosszant keblére ölelve dédelgeti, bátorítja. és valahányszor egy bomba szétrobban, valahányszor a szép leány összerezzen, erősebben szólítja őt magához. Azon kívül is azt hihette Jenő, hogy az már nyilvános titok, az ő viszonya Alfonzinhez, ő magát elfogadott vőlegénynek tekintette ennél a háznál. Ha keblére ölelte a leányt, ha búcsúcsókját szívta, ez anyja szeme történt. Itt az elnézés maga az áldás, a beleegyezés. Csupán az van hátra, hogy ezt a viszonyt valahogy formulázni kell. Mi kedvező idő lesz rá. De most még minden szívben olyan hullámokat hány rettegés, hogy elnyelik a világító tornyot. Minő tündéri gondolat volna az máskor, három éjt napot folyton az imádott hölgy közelében tölthetni minden órában, minden helyzetben hozzá mehetni. Felkölteni őt álmából, s máskor meg általa felköltetni. A bálványozott hölgynek bálványa lenni, kit az imád, kit mindig látni óhajt, kinek eltávozását rettegi, visszajöttére idvezül. Látni ragaszkodását, látni epedését, érezni reszkető tagjait ölében, könnyeit arcán, szemeit szemében. És néha-néha mikor egyszer az ostromzaj egy-egy órára elpihen, s a mély csendben, az elhallgatásban az üldözött álom ellankasztja a szép leány tagjait, és leroskadva fejét odaejti az ifjú ölébe. Ott tartani őt óra hosszat, gyönyörködve alvóan, mosolygó arcában. És ha ismét zúgni kezd a távoli és egy gyöngét csókkal költeni őt fel, nehogy a durva bomba pukkanás ébresze őt fel gorombán. Minő idilli boldogság volna ez, ha ugyanakkor a borzalom, a rettegés, az aggodalom nem úrkodnék minden ideg felett. De mikor ezt a színülti koronázott kejhét az elíziumi gyönyörnek képes egyetlen ürömcsepp megkeseríteni, az az egyetlen gondolat, mi lesz holnap? A sajisi lepel ismeretlenének ezer nyelve van, a kérdezőnek annyi feleletet ád és azután meg lehet, hogy az ezer egyediket, ami valóban történni fog, még akkor sem mondta meg. Ilyen ő is végighallgatá-e feleleteket aggodalma kérdéseire. Mit hoz a holnap? Talán győz a fölkelés? Hát, ha leveretik? Talán rohammal veszik be az utcájukat? Harcolni fognak kapuk alatt erkélyekből, ablakokból? Akkor nem irgalmaznak sem nőknek, sem fegyverteleneknek. Kedvesével együtt fogják őt is lemészárolni? Vagy megadja magát a város? Lerakják a fegyvert? És visszajönnek az előzött hatalom emberei? Kegyelmezni fognak-e azok, vagy megtorolni? Mi sors vár akkor a Plankenhorst családra? Tudva van-e a hatalmasok előtt, hogy ők minő kiváló szerepet vittek a mozgalomban? Hát, ha el lehetne azt tagadni. Hát, ha ki lehetne magyarázni a parancsoló körülményekből. Talán értenek a hadbírák a pszichológiából, idioszinkraziából és asszonyi idegeknek imputáció képtelen befolyásából valamit. Talán a dicsőség nagyobb részét át lehetne engedni meghalt vagy megmenekült egyéniségeknek. Az sem lehetetlen, hogy a sok hajdani jóbarát között akadhat egy-kettő, ki pártjukat fogja. De hát, ha éppen azok lesznek a legkegyetlenebb üldözőik. Hát, ha vésztörvényszék elé fogják őket állítani. Hát, ha elítélik, fogságra vetik. Talán meg is ölik. Hogy saját magával mi fog történni, ha Bécs elesik, arra keveset gondolt ő. Annyit megtett, hogy a cilinderét és a frakját elhozatta a Plankenhorst házi kis szobájába a kalabriaiát és egyéb vitézi elvényeit pedig lepecsételve valami idegen névre, a valódi szállás a házmesterénél letéteményezi. Őt bizonyosan észre sem fogják venni. Hiszen az egész idő alatt nem tett semmit. Csak hogy éppen ott mutatott ahol a többi egzaltált ifjú, akik komolyan vették a dolgot. Ő csak a szép ölt sóhajtásait vette komolyan. Aztán, ha vele is az fog történni, ami kedvesével, azt már nem bánja. Ha együtt meg kell is halnia vele, az is gyönyörűség lesz. Ez a gondolat néha elszólította keblét, midőn egészen kifesté azt maga előtt, hanem megnyugodott benne. Az utóbbi hónapokban sokat forgott a Plankenhorst termek olvasóasztalán a zsirondisták története, Olvasott abban Jenő sok olyan eseményt, ahol a leány és az ifjú, a menyasszony és a vőlegény együtt mentek ki a végzetes szekéren, és egymás után hágtak fel a halálos lépcsőn, és vívla la libertét kiáltottak hozzá. Már ehhez a képhez is hozzászoktatta szívét. Az azonban komoly elhatározása volt, hogy ha Alfonzint nála nélkül éri baj, azt nem fogja túlélni. Ha Alfonzint fogságra találják vetni, ő megmozgat minden követ, legyen az börtönfalba, vagy ember szívbe vakolva, hogy kedvesét kiszabadítsa. Könyörögni, rimánkodni, ügyvédkedni fog érte. Ha az nem használ, megvesztegeti tömlötts tartóját, őreit, hogy kizögtesse. Ha pedig a legborzasztóbb talánnal teljesülni, ha Alfonzint drága vére áldozatul hullana, akkor hulljon el az övé is. meg megvan már töltve még annak a golyójára is fel van vésve Alfonzi neve, hogy tudja a szíve, mikor bekopogtat hozzá az ajtón, ki köszönteti. Ezeket mind végig gondolta Jenő egy-egy olyan csöndes órájában nyugalomnak, mikor az ágyúzás szünetet tartott, s a szeretett hölgy akaratlanul keblére nyugtatá álom kínoszta fejét, és ott elszúnyadt. A harmadik nap estején aztán vége volt a harcnak. A védők zömen megadta magát. Egyes kis csapatok verekedtek még egymástól szétszórva a roppant város egyes utcáiban, hanem a belváros főutcáján már zene szóval nyomult elő a győzelmes sereg. A Plankenhorst teremben csak hárman voltak, a két úrhölgy és Jenő. A tegnap előtti emberek elhultak, elmúltak. És amint a bevonuló csapatok zenéje elvonult az ablak alatt, a lépcsőkön siető lépteket hallott Jenő. Ide jönnek. Egyenesen ide tartanak. És azután csak arra az egyre nem volt készen, amit látott. A régi ismerősök, a Plankenhorst estélyek hajdani celebritásai jöttek egymás után, mosolygó, diadalmas arcokkal és a valahány jött, azokat a házasszonyai mind üdvözlő készorításokkal fogadták, és kacagtak és nevettek, ahogy réglátott, látott jó barátok nevetnek egymásnak. Végig élt viszontagságok után, és otthon találták magukat, és beszélni kezdtek élményeikről, egyszerre össze-vissza derülten, győzelmi elragadtatással, tréfálkozva, bicsekedve. És a házasszonyai úgy beletalálták magukat egyszerre ez zajba, e váratlan, e bizarr ellentétbe, mintha nyolc hónap minden tüneményes, rettenetes napja csak egy tegnap, és ma közötti éjnek álomlátása lett volna. Milyen pedig nem törődött senki. Észre sem vették, hogy van a világon, és nem is kérdezték, hogy micsoda a világon. Az érkezők egyikesen maradt sokáig, csak éppen be akarták magukat mutatni, hogy élnek és ragyognak. Az eltávozók helyet jött más, az egész régi társaság nyomult a bevonuló hadsereg nyomában. Egyszer aztán oly ismerőst is látott Jenő megérkezni, aki elég kegyes volt őtet észrevedni. Ridegvári úr volt az. Nagy zajjal jött, messziről gratulált az úrhölgyeknek, egyszerre két kézzel rázott kezet, és miután nehány szót váltott halkan Antoinette asszonynal, szemeivel fölkeresi Jenőt is, ki egy ablak mélyedésbe támaszkodva szemlélte Némán az előtte végbe menő színdarabot. Alig érkezett egy új ismerős, ki a hölgyeket elfoglalja, Ridegvári azonnal Jenő felfedezésére indult, s amint rátalált, ofíciózus nyájassággal megszólítá. Szerusz, öcsém! Jó, hogy itt talállak. Igen, fontos beszédem lesz veled, amely ten sorsodat érdekli. Légy szíves hazamenni és szállásodon várni leám. Jenő szívében is volt annyi kis galamb méreg, hogy az ilyen hazaküldést in optima forma megapellálja. Szolgálatára állok méltóságodnak, ne is tessék szállásomra fáradni, ezúttal itt lakom a háznál. Szobám a második emeleten, a lépcsőtől jobbra. Ah, ezt nem is tudtam, mondta a kegyelmes úr elcsodálkozva tehát elvárhatsz néhány komoly szóra. A kegyelmes úr ismét visszament a hölgyekhez, Jenő pedig kedvetlenül hagyta oda a termet, és felment abba a kis szobába, ahol néhány napóta óta otthon képzelte magát. Még mikor legutoljára egy kis szobában megpihent, ez a négy fal köze tele volt pokollal és paradicsommal, miket egy bomlott kéz egymással összekevert. A szerelem gyönyörének végtelenségével csak a rettegés óriásai vetekedtek. Boldogság és halálfélelem. Mennyasszony ágy és koporsó uralgott egyszerre képzeletén. Most mindennek egyszerre vége. Sem pokol, sem paradicsom többé. Száraz élet. A rendes mindennapi élet. Vajon miről akarhat vele beszélni ez a sokszegletű ember? Azt még csak találgatni is hasztalan volna. is kíváncsi volt rá. Sokáig időzött oda lenne a kegyelmes úr. Míg Jenő türelmetlenül várta a közeledés jelentő csizmakopogásra, egyszer csak halk sejem suhogást hall ajtaja előtt, s midőn az nesztelenül megnyílik, Alfonzint látja belépni azt hitte érzékei játszanak vele. A delnő egyedül jött hozzá, a társaságtól elszökve. Tekintetében zavar, feldúltság látszott, jövetelét szeles elhatározottság jellemzi. Egyenesen, minden tétova nélkül odaveté magát Jenő keblére, átkarolta nyakát, s az indulat reszkető hevével revegé Barátom, el akarnak minket egymástól választani. – Kicsoda? – kérdélyen ő, ki meg volt ijedve Alfonzin jöttétől, ölelésétől és a mondott szavaktól. – Ők! – fújtok rá a leány, és elkezdett zokogni és zokogása közben annál görcsösebben fonta át karjaival Jenő vállait. Jenő egyre jobban meg volt rémülve. – Ez égre, Alfonzin! Legyen óvatos! Ridegvári mindjárt idejön, ha önt itt találja! – Szegény jó fiú. Bizony több gondja volt Alfonzin jó hírnevére, mint annak saját magának. Ő nem fog ide jönni. Sietett őt felvilágosítani Alfonzin. Anyámmal beszélnek odalán. Elhatározták, hogy önnek rögtön vissza kell menni szállására. Tovább nem maradhat itten. Ó, én tudom, milyennek a vége. El akarnak bennünket örökre választani. Jenő kedélyen még ködösebb lett akaratán dzsibbasztán minden szó. A hölgy pedig egyre szenvedélyesebben szólt. De én nem engedem magamat tőled elszakítani. Én tied maradok. Tied, örök ki. Életben, halálban a tied. Nőd, szeretőd, áldozatod. Aki imád, aki meghal érted, aki elkárhozik érted. És a szenvedélyes szavakat örjöngő csókok bélyegezték. A hölgy feledni látszott mindent, mi kívüle él. Lelkét igyekezett átlehelni kedvesébe. Arca lángolt, szemeiben léleggyújtogató tűz égett. Egy pillanatban kacagott és sírt, és minden tagja reszketett és szikrázott, ahol kedveséhez ért. Akit azután egészen magával ragadt ez a szenvedélyes módulat. Mint az ezer egy éj szellem idézője, kielőtt a felhívott tündér felhő magassági emelkedik, s magát az idézőt is kábultan ragadja magával. Jenő leszkedve omlott térdre a hölgy lábaihoz, s átölelte egy szenvedélyes szorítással. Most már nem ismert magára többé. Akkor hirtelen ilyetten taszítá őt el magától Alfonzin, s idegesen összeborzadt. Az Istenre, Jenő! Legyen ön eszénél! Látja, hogy én elvesztém az enyimet! Kivéd meg engem, ha önnem. nem! És itt arcát eltakarva a szemérmes szemrehányás keserű könnyeire fakadt. Miktól aztán Jenő földre zúzva térden csúszott oda lábaihoz, hódoltam kérve tőle bocsánatot. Megbocsáthatatlan nagy bűneért, és kezeit csókolta nagy vezekléssel. Mire aztán gyöngéden fölemelte Alfonzin, és egy mély reszketek sóhajjal, csendet parancsolva, keble indulat hullámainak, égre emelé könnyes szemeit, és ünnepélyes felmagasztaltsággal lihegé e szókat. És most esküszöm előtted, kedvesem, barátom mindenem, hogy tied maradok, vagy a koporsói. Nincs hatalom a világon, ami tőled elszakítson, megtagadom érted minden rokonomat, megtagadom hitemet, megtagadom az anyámat, ha utunkba állanak, Leszek értett földön futó, üldözött, koldus, de sorsodban akár élsz, akár halsz. Osztozom. Jenő te pillanat magasztossága, még a megmaradt kis eszétől is megfosztotta. Ő is esküdni akart. A leány eltakarta ajkait gyöngyét kis kezével. Te leszolj, ne, ne esküdjél. Szívedben lakom. Te férfi vagy, neked csak akarnod kell, és nem esküdnöd. Azzal forrón megszorítá kezét, és gyorsan tovarebbent. A nyitott ajtónál még egyszer megfordult, és hevült arcát hátravetve Jenő felé, mondhatatlan gyönyörtől ragyogó tekintettel mosolygott rá vissza, és újját bűbájos ajkára téve csókot intett felé, és azzal elsuhant. Jenő ámulta, maradt hátra. Eszmélyi kóvályogtak vele. Való volt-e ez, vagy tünemény? A lány csókja még most is ott ég az ajkán, a lány könnyeitől még nedves kebele. Szavai még fülében hangzanak, mosolya még szemei előtt ragyog. A leány szerelme és önfeledtsége, bizalma és megrémítése. Az őrült repülése vele, a szenvedély lángoló pokol a felmagasztosult szemérem hideg csillag magaslatáig. Való volt-e ez, vagy tünemény? Se nem való, se nem tünemény, hanem komédia. Szegény, hiszékeny fiú, Játék tárgya vagy te egy országos, hisztri társaság kezében. Egy igen szomorú, véres játék tárgya. Alfonzi imidőn Jenőt elhagyta nem sietett vissza a terembe, hol még mindig ridegvári tanakodott Antoinette asszonyjal, hanem szóba leánya kamrájába tért be. Mamzel Betty tudatál vele, hogy soror remígia vár Reá hálószobájában. Mielőtt Antoinette asszonyhoz átmenne, elébb a kisasszonynyal akar beszélni. Alfonzin elébb lemosta arcáról a könnyek nyomait, Mamzel Betty segített rajta, hogy arcai szeme égését jótékony halványító szerekkel eltitkolja, úgy kereste fel soror remígiát. Nem sok szavuk volt együtt. Itt van Palvic, kérde Alfonzin. Ma visszaérkezett, felelt remígia Hasztalan üldözte baradlait, nem bírta utolérni. Küldött választ levelemre? Itt van. Soror remígia átadta a levelet, s azzal a folyósóra kikerülve Antoinette asszony termébe tért át. Alfonzin a levélel hálószobájában maradt. Magára zárta ajtaját, hogy senki meg ne lepje azzal leülve asztalához felbontá a levelet, és olvasta belőle ezt. Urnőm, ha meg tudja ön találni azt, amit elvetett, meg fogja találni azt, amit elvesztett. Palvic Otto Alfonzin arcának most már nem volt szüksége a fehérítőre, hogy halavány legyen. Kezét, melyben a levelet fogta az asztalra nyugtatá, és fejét a szék támlányára hanyat fekteté. Az a levél úgy reszketett kezében. Merev tekintettel bámult maga elé a lámpa világba. A lámpa világát egy porcelán fényernyő enyhíté. Azon a fényernyőn volt egy nagyon ismeretes kép, egy angyal repül az égen keresztül, s kebeléhez ölelve visz egy kis alvó gyermeket. A szép hölgy olyan mereven tud elbámulni az átlátszó fehér képre, arra az angyalra azzal a kisgyermekkel, mintha azt akarná megfigyelni, vajon hová viszi. Jenő ajtajából leste, mikor távozik el az utolsó látogató Antoinette asszonytól. Azonnal lesietett hozzá. Az asszonyság magánszobájában volt már és egyedül. Báronő, mondta a legifjabb baradlai a mai nappal sok változás történt. Szabad legyen hinnem, hogy egy dolog nem változott meg. Azon viszony, mely a bárónő szeme láttára fejlődött Alfonzin és közöttem. Én e viszonyt sorsom alapjának tekintem. Kérem a bárónőt, szíveskedjék nekem megmondani, ismer-e erre nézve különbséget a tegnap és a ma között. A bárónő nem neheztelt a nyílt felszólításért, ellenkezőleg igen kellemesen látszott meglepetve jenő férfias magatartása által. Kedves baradlai, ön jól tudhatja, s abban megnyugodhatik, hogy mi önt igen szeretjük. Változást e tekintetben nem tapasztalhatott, és ezután sem fog észrevehetni nálunk. Leányom őszintén ragaszkodik önhöz, másra nem gondol, nekem pedig megtisztelő ajánlat a baradlai családdal való összeköttetés. Ez ellen senkinek semmi kifogása nincsen, hanem egy változást, melyet a dolgok újabb fordulata hozott magával, csak ugyan fel kell önnek fedeznem. És ez az, kedves baradlai, hogy ön nem találja ki? Nem képzelem, mit akar a bárónő mondani. Nem? Hm, Micsoda ön most, kérem? Én? Semmi. Ezt akartam önnek mondani. Ön enaptól fogva semmi. Az egész világ két táborra oszlott, és küzd egymással a felülkerülésért. Lehet, hogy ez győz, lehet, hogy amaz, lehet, hogy kibékül, s elhelyezkedik mind a két fél. Hanem minden esetre vesztes marad az, ki egyikhez sem tartozott. Az udvari kancellária, amelyben ön azelőtt állást foglalt, megszűnt lenni. Önnek választása volt, hogy merre térjen. Elmenjene Budára a magyar kormányhoz, s kövesse az utat, amin testvérei járnak. Ott most ön is lehetne osztálytanácsos, miniszteri titkár, mint más tisztársai, kik ezt az utat követték. Vagy választhatta volna, hogy elmenjen régi barátaival oda, ahova azok mentek, és együtt visszatérjen velük. Most ismét volna valami. Reám nézve teljesen mindegy leendett, akár ez, akár amaz. Mi asszonyok a politikában megyünk, amerre bennünket visznek, és meggyőződésünk azé, akit szeretünk. Leányom bizonyosan követte volna önt Pestre, Budára, ha kell a világ végére is, és bizonyosan ő is olyan nemzeti színű volna ott, mint a többi. De ön határozatlan volt. Tétovázott, habogott, és most egyik lett azoknak az embereknek, akiket nem lát meg senki. Megbocsát ön, hogy így nyíltan beszélek. Jenő ajkaiba harapott. Nem bírta-e megcáfolni? Hisz az volt egyedüli mentsége, hogy örjöngő szerelme láncolta őt éppen ide. Az nem engedte utat választani. Érezte, hogy ez nem mentség mint egyszerű gavallér, mint magyar földes úr fia, igaz, hogy mindig elég disztingvált helyzetet foglalhat ön el a világban, hanem ez álláspontot vizsgálva két nehéz aggodalmat kell önnek felfedeznem. Egyik az, hogy ön még nem nagykorú, másik pedig az, hogy önnek birtokai Magyarországon feküsznek. Hogy ott most minő jogviszonyok vannak, azt ön maga is tudni fogja. Olvasta a francia emigráció történetét? Emlékszik ön a sok koldussá lett Márkira és Vikontra, akikkel egyszerre meg lett ajándékozva a külföld? Ma az egyik győztes foglalja el a birtokát, holnap a másik. Vegye még hozzá azt is, hogy rokonai, kikre támaszkodhatnék, minket engesztelhetetlenül gyűlölnek. Én pedig arra nem vagyok elég gazdag, hogy két házat tudjak tartani, sem elég unatkozott, hogy gyermekeim kedvéért magam a világtól visszavonuljak. Igen, őszintén és világosan szóltam önnek. Az már igaz. Ne véljen ön szavaimban elutasítást, vagy csak félreértést is. Mi szeretjük önt. Óhajtjuk az ajánlott összeköttetést. Én nem tűzök ön elé hét esztendei határidőt, mint Jákob Ipa. Mi helytön oly állást tud elfoglalni a világban, ahol önt ismét meglátják ismét kiemelkedik a láthatatlan emberek sorából. Én fogom önt legelőször üdvözölni. Ha holnap, hát holnap. Isten önnel. Jenőnek a vetleckéből nem volt mit visszaadni. Ezzel bizony be kellett érnie, s szépen hazaballagni vele a szállására. Ott azután gondolkozhatott a sors tréfás leleményessége fölött, mely az alatt, amíg a halandó ember a költészet képzelmének minden lehető borzalmaiból megalkotta a jövendőt, s száz alakban végig álmodta saját temetését. Oly prózai, oly mindennapi katasztrófát talált ki számára, ami bizony legközelebb feküdt hozzá, legkönnyebben előre várható volt, de amire legtávolabbról sem gondolt a rémnapok napok izgalmai alatt. Pedig bizony temetés ez. Jenő megtudta, hogy mit tesz eltemetve lenni. S még csak nem is tudta magát ez asszony ellen védelmezni, aki ilyen szépen lefekteti őt a gödörbe. S végül körülrakja zöld hanttal, s még szomorú fűszfát is ültet a fejéhez, és bíztatja a boldog feltámadással. Megmondta neki: Ön semmi. És a semminek nem volt mit tagadni rajta. Sőt, még annak is eszébe kellett jutni, hogy a múlt hónapban nem kapván meg az anyjától küldött havi pénzt, jelenleg még a legközelebbi napok miatt is financiális aggodalmakkal kell megküzdenie. Az üres tárcának oly kiózanító kánfor illata van. Még csak fájni sem mert a szíve, hiszen egy semminek ahhoz sincsen joga. Az legyen veszteg, s ne alkalmatlankodjék sem másnak, sem magának. Még nem ért rá körülnézni magát otthoni koporsójában, amidőn inasa jelenti, hogy ridegvári úr őméltósága keresi. Nem akarja e magát előtte eltagadni. Jenőnek eszébe jutott, hogy az eltemetett embernek még van egy társa a föld alatt, a vakondok. Hát csak ha jöjjön, nem lehet az elől elszökni. Ridegvári úr elég feszes nyájassággal üdvözli Jenőt. Magam jöttem hozzád, öcsém, ahelyett, hogy hozzám rendeltelek volna. Miután én most még vendéglőben lakom, s ott áthallik a beszéd. Nekem pedig igen fontos és bizalmas közlendőim vannak veled. Kérlek, ülj ide velem szemközt. Ridegvári úr a pamlagon foglalt helyet, s ilyen őt készteti a gömbölyű asztalka túlsó végén helyet foglalni. Legelőször is egy levelet kell neked átadnom. Anyát küldi. Tedd most a zsebedbe, pénz van benne, majd elolvashatod később. Tudhatod, hogy két hét óta az ostromzárló sereg parancsnoka minden postaküldeményt lefoglaltatott nehogy valami tudósítást küldhessenek a másik seregtől a megszállottaknak. Azokat a leveleket mind felbontották, a szükség parancsolta. A tieden történetesen ráismertem anyád írására, s így megmentettem a felbontástól. Az én szavamra ideadták, hogy kézbesítsen neked. Nem olvasta a tartalmát senki. Egyéb iránt legyőzött álláspontok lehetnek benne, miken ma már túl vagyunk és amiknél anyád maga nehány óra múlva majd személyesen többet fog neked elmondani. Anyám itt? kérdéljen ő elámulva. Valóban itt jár, s hogy veled eddig nem találkozott, onnan van, hogy azóta folyvást a Plankenhorstéknál ülsz, ahova neki okai lehetnek nem menni. De arról bizonyos lehetsz, hogy legalább húszszor keresett a szállásodon, s még ma egyszer föl fog itt keresni. De hát Mit tesz itt, anyám? Rosszat. És az a baj, hogy ez tudva van róla. Azért jött, hogy a Rihárd bátyádat rábeszélje csapatjával együtt való hazatérésre. És rábeszélte? Igen. Most Rihárdot három nap óta üldözik. A Kárpátok közé menekült, ott lóval keresztül nem hatolhat. Anyát pedig itt rekedt a városban, s egyike azoknak, akiknek elfogatása el van rendelve. Az Istenért! kiállt a jenő, helyéről felúrva. Csak maradj a helyeden. Még holnap reggelig semmi baj sincs. A város meg van szállva katonailag, de polgárilag még nincs berendezve. Rendőrség, detektív, policáj még nem intézkedik. Az nem megy olyan hirtelen. Még most fenekestől fel van fordulva minden. Még most kavaroghat a menekülni akaró elem alá, s fel egyik házból, egyik utcából a másikba. Van rá 24 órája. Akkor helyre áll a régi rend. Odáig járhat, kellhet ideben, akinek féltő az alakja. Nincs, aki rá ügyeljen. Hanem a városból már most sem menekülhet ki, mert a sorompókat őrzik. És mindenkit letartóztatnak, aki nem a legújabb közegek által láttamozott útlevéllel jelenik meg. És még az sem segít, ha valaki ügyesen utánozna aláírást, pecsétet, bélyeget, mert vannak bizonyos titkos jelek az útleveleken, amiknek hiányáról a vizsgálók a gyanús menekülőkre ráismernek. Innen tehát kijutni emberi lehetetlenség. Jenő úgy érzi, mintha ez egész emberi lehetetlenség Atlasztele nyomná kebelét. Forgott vele a világ. Nekem nagy keserűséggel kell ugyan családodra emlékeznem, folytatál, idegvári, hanem azért nem engedhetem, hogy atyád özvegye így nyomorultul elveszem. Íme szereztem számára útlevelet. Ha eljön hozzád, add át neki. Ezzel bizton kijuthat. Lady Tankerville nevére szól. Anyád jól beszél angolul. Emellett semmi baj nem érheti. Ridegváli olvashatáj elő meghatott arcvonásaiból ellágyult tekintetéből a bámulatot, melyet az ifjúban maga iránt gerjesztett. Kedves öcsém, tudod, hogy engemet anyád és testvéreid mi kíméletlenül taszítottak el maguktól. De ez én bennem gyűlölséget nem hagyott. Meggyőződéseink különböztek, és én tisztelem az ellenkező meggyőződéseket. Politikai meggyőződésekért meg tudunk halni, ha kell. Meg tudjuk egymást ölni, ha kényszerűség, de nem gyűlöljük egymást. Én azért meg nem feledkezem azon fogadásról, amit boldogult atyádnak tettem, hogy családját védeni fogom, ahol lehet. Itt hagyom nálad ez útlevelet. A többit okosságodra bízom. Intézkedjél, hogy a legnagyobb szerencsétlenséget elfordítsd családodról. Jenő úgy fázott, mikor az útlevelet átvette. Félt anyja sorsát kezében tartani. Hát, ha elejti. Most szóljunk a te ügyedről, kedves öcsém, szólt Ridegvári, más tárgyra térve. Azt hiszem, hogy te vagy még az egyedül családod tagjai közül, ki nem fosztott meg azon jogtól, hogy sorsának intéző kezelehessek. Fére ne érts. Semmi oly ügyedben nem avatkozom, mely érzelem dolga. Lényeges, egzisztenciális kérdésről beszélek. Te Bécsben maradtál a márciusi napok után, és ezzel eléggé kifejezted, hogy mit érzes a mostani fordulatok iránt. A legbölcsebb közönyt. Magam is osztom azt. Okos ember józan felfogással nem vetheti magát a felzúdult szenvedélyek közé amidőn még azt megítélni sem tudjuk, hogy melyik szenvedély igazságos, annál kevésbé azt, hogy melyik lesz a győztes. Hanem azért egy lángészt nem lehet arra kárhoztatva, hogy pályát veszítsen. Jenő megvolthatva azáltal, hogy így szigorú bíráló elmétől lángésznek hallotta magát neveztetni. Azt jól teszed, ha az ivatar tényezői közé sem ide, sem oda felnemes hanem azért lelked röptét elzsibbanni engedned nem szabad. A szerencsés véletlen azon helyzetbe juttatott, hogy egy éppen most megürült állomás betöltése iránt véleményadásom döntő befolyást gyakorolhat. Képességeit feljogosítnak azon elővéleményre, hogy a hivatás betöltésére legalkalmasabbnak higgyelek. Ez volna a Szent Pétervári Nagykövetségnél az első titkári hivatal. Jenőnek nagyot dobbant a szíve rá. Otyától sokszor hallotta, hogy ez állomás, mint legfényesebb hely, ödön bátyjának volt számba. Pályának igen szép, folytatár idegvári. Az itteni felkavart világtól egészen távol esik. Az ember menekülhet az egész társalomtól, melyből fáj kiválogatni a barátait és ellenségeit, iszonyú alkut tenni kötelességek és hajlamok között. Amott mindezeknek fölötte állhatsz. Európai magaslat az, melyhez nem csapkodnak fel a vármegyei tengerviharok hullámai. És mindjárt elég fényes anyagi helyzet. 12 ezer forint rendes fizetés és illő reprezentacionális költségek. És aztán minő jövendő, minő messzelátó magaslat. Ez a hely nyitva áll számodra. Jenő lelke egészen elszédültek kápráztató ajánlatra. Ez több, mint amint valaha álmodni mert volna. Ridegvári úgy tett, mint aki nem is figyel szavainak varázs hatására. Óráját nézte, és azután hirtelen felállt. Sokáig is időztem nálad. Bizonyos helyen már várnak reám. Arra amit ajánlottam, ráérsz holnap reggelig válaszolni. Gondold meg a dolgot. Elhatározásod egész életedre kihat. Azért érdemes ennek körülményeit minden oldalról megvizsgálnod. Tanácslom, ha anyáddal találkozol, az ő tanácsait is kért ki e tárgy fölött. Meg lehet, hogy ő nyomatékos ellenindokokat tud felhozni. Azokat vesd össze az én szavaimmal. S a szerint határoz. Jó ét, öcsém. Azzal magára hagyta. Ó, de jól tudta azt a kegyelmes úr, hogy mi hatása volt szavainak a viaszkedélyű ifjúra. De hogy fogja ez anyjának említeni ezt az ajánlatot? Kivált, ha anyjának azt a levelét elolvassa, amit most a idegvári kegyéből megkapott. Amint feltörte azt a levelet, nem a pénz érdekelte jobban, mint a mellé írt tartalom. Anyjának saját írása volt az. Kedves fiam, olvastam soraidat, mikben felszólítasz, hogy boldogságotban vegyek részt, és szeressem én is azt a némbert, kit mennyasszonyodul megnevesz. Ha a te szíved boldogsággal megtelik, annak a fölöslege az enyimet tölti meg. Rangott vagyont, születést nem számítok a boldogság tárgyai közé. Ha választasz egy leányt az ismeretlen néptömeg közül, munkás nőt, becsületest, egyszerűt, áldáson fogad. Büszke leszek rá. S ha választasz egy divat leányt, kinek rossz híre ismerős világszerte, kacért, pazarlót, kérni fogom Istent. Áldása fordítsa jóra a rosszat, és engedjen boldognak lenned. Azt a nőt is elfogadom. De ha nő veszesz, egy horst Alfonzint, azt meg nem áldja sem Isten, sem anyád. Akkor tőlem örökre búcsút vettél. A legkeserűbb döfés egy Tehát egy divat leánynál, egy kacér teremtésnél alábra becsüli azt, akit ő imád. Akárkit, annak a némbernek, az utolsó cselédjét üdvözölni, fia mennyasszonyául. Csak alfonzint nem. És mit vétett, Alfonzin neki? Mit vétett Alfonzin bárkinek a világon? De hát ott is legfeljebb né ellen lehetne kifogása. Alfonzin ártatlan minden diplomáciai cselszvénytől. Eszébe jutottak Alfonzin szavai. Megtagadom érted hitemet megtagadom családomat, megtagadom az anyámat. És eszébe jutottak a forró csókok, az örjöngő ölelések, miket szavakat megelőzték. Az nem törődik anya haragjával, anya átkával. Leszek földön futó, leszek koldus, de veled megyek. És neki nincs -e bátorsága hasonlón érezni, hasonlót mondani. Hát ő fölötten nagyobb hatalma van-e az anya indulatának, mint kedvese szerelmének? Ki parancsol itt? Az erő vagy a gyöngeség? Nem gyöngesége a gyermek ragaszkodása anyjához, s nem erőe a férje szerelme nejéhez. Hiszen te nem vagy már gyermek. Az a másik anya milyen hideg gúnyolódással mondá, ön most semmi? Ön egy nem látott ember. Kiadna önnek feleséget? Tegye ön magát láthatóvá, s visszajöhet megint, ha holnap, hát holnap. Minő diadal volna -e büszke, nagyra látó nő előtt mindjárt holnap megjelenni, és azt mondani neki, ha a holnap itt van, én is itt vagyok. Vagyok már valami, állok már valahol, ahol mindenki meglát és azután eltávozni innen, messze, más égaj alá, ahova ez itteni zűrzavarból semmi sem fog követni. Egyedül a boldogító szerelem. Itt hagyni cívódó, dühöngő pártfeleket, kiknek gerjedelmeiben sem innen, sem túl nem tudsz részt venni. Kiknek küzdelme csak izgat, csak szomorít, aggájjal tölt el. Itt hagyni az egészet. Amellett úrnak lenni, nagy befolyású, magasan álló, emlegetett tényezőnek a világban, egyszerre egy nagy lépéssel foglalni el a pályát, melyen a nem hétköznapi emberek járnak. Á, ah, ez a ragály lelkének minden érzelmére kiterjedt már. Szerelme égett, hiúsága ragyogott, félelme melegedett a lángnál. El volt már határozva, hogy holnap reggel mit fog felelni Ridegvárinak. Ez egyetlen, a legnagyobb jól tevőjének sohasem fogja neki e szolgálatot elfeledni. S ha anyja eljön, és minden varázs hatalmát megkísérti is fia felett, előre el van határozva, hogy győzni nem fog. Tisztelet az anyai szeretetnek, egész a hitvesi szerelmig. Ott az a másik szerelem megy elől. Te férfi vagy, neked csak akarnod kell, mondd a leány. Jenő azt hitte magáról, hogy eljött az idő, amelyben meg fogja mutatni, hogy akarni tud. Jenő meghagyta Inosának, hogy amint az a nő, aki őt az utóbbi napokban több ízben kereste a szállásán, ismét eljő, bejelentetlenül bocsássa be. Azonban hiába várt. Anyja nem jött el. Késő éjjig fennvirrasztott, Inosát többször lekülte a házmesterhez megtudakolni, nem kereste őt ugyanazon asszonyság, ki többször kérdezősködött utána múlt éjj órákban. Az nem jött vissza. Azután csak ráadta magát, hogy lefeküdjék, de nagyon rosszul tudott aludni. Mindenféle rossz álmok szüntelen felriaszták. Alig várta, hogy reggel legyen, az pedig így ősz utolsó napjaiban nagyon szeret magára váratni. Már a ködök is beálltak. Anyja csak ugyan nem kereste őt többet. Azt vagy elfogták, vagy kimenekült már. Nem nyughatott, míg magának efelől bizonyosságot nem szerez. Amint nagyvárosi értelemben megreggeledett, értve alatta azt az időt, amelyben présupponálható, hogy egy szubalternus a burkaus séfjét nem háborítja többé a kávézásnál. Bérkocsit hozatott, ma már az is kapható volt, még tegnap ágyút vontatni árt a gazdája, s ridegvárihoz sietett. Az volt hozzá a legelső kérdése. Nem tud ön valamit az anyámról? Máig sem jött el hozzám. Azt tudom, már kimenekült, az éjjel elfogták a zöldségárusnét, aki akinél rejtőzött. Az bevallotta, hogy áruhában ő keresztül a zöldséges kerteken. Ott kocsi várt rá, azóta pozsonyban van. Jenő keblét nagy lidércnyomás nyomás hagyta el erre a szóra. Tehát megszabadult az anyjától. Most már akarhat. Aludtál egyet a tegnapi ajánlatomra? Kérdezé Ridegvári. Elhatároztam magamat. A követségi titkárságot elfogadom. Ridegvári megszorítá a fiatal ember kezét. Bizonyos voltam felőle, hogy lásd, mennyire bíztam hozzád. Milyen hitem volt józan felfogásod iránt ime, itt van már nálam készen kineveztetési oklevelet. Azzal kihúzta a szekrény fiókját, s kezébe adta Jenőnek az iratot. Jenő el volt ragadtatva egy szeretetreméltó gondoskodás által, hisz így csak a hajdankor tündére szoktak gondoskodni választottaikról. Holnap fel fogsz esküdni, és azután egész nyugalommal intézdel ügyeidet itt Bécsben, oly módon, mint aki hosszabb időre távol marad. Ami feloldani való viszonyod van, azt old fel. Ami megkötni való van, azt közd meg végképp. Jenő elértette a gyöngyét célzást ez nem fog méltóságot tudta nélkül megtörténni. Értelek. Tehát siess, ahova legelébb vágyaid visznek. horst néhány napon nagyon korán készen volt a toalettjével. Annak köszönheti, hogy ilyen ő nem a fésülködő szobában rontott rá, mert bizony rárontott volna ott is. Nem is lehetne emberileg kívánni, hogy egy megszűnt kancelláriának extra statum fogalmazója mikor egy elvesztett 1200 forintos hivatalból egyszerre egy 12 forintosba felemelkedik, ne a fejével törje be azt az ajtót, amelyen őt imádottjának anyja, mint tegnap fumigált kérőt kicsukta. Antoanet asszony mindazon által úgy tett, mint aki csodálkozik. Jenő is gondolta azt, fog neki meglepetést szerezni. Egész aplombal járult a delnő elé, s jól kigondolt beszéddel kezdé. Asszonyom, ön azt mondá, ha holnap, hát holnap. ha holnap íme itt van, és én vagyok már valami. Szavainak bizonyítékául oda nyújtá asszonynak a kinevezési okmányt. Pankenhorst né a kellemetes meglepetés mosolyával olvasá végig, és azután a legszívélyesebben nyújtá kezét Jenőnek. Igen, örülök rajta, Jenő érzi, hogy most egy kicsit meg kell mereszteni a nyakát. Most már az ember valami. Nagy valami. Szabad tehát a tegnapi kérdésemet újra feltennem? Már válaszoltam rá. Szólt Plankenhorstné malaszt teljes kegyességgel. Kívánja ön, hogy Alfonzint értesítsem efelől? Könyörgöm érte. Plankenhorst nénak csak a szomszéd szobába kellett átlépni, hogy Alfonzint kézen fogva kivezesse. Alfonzin zavarodottnak mutatta magát, és iparkodott úgy tenni, mint aki nem érti, hogy mit akarnak tőle. Antoanet asszony pedig oda vezeté Jenő elé, s bemutatá neki az ifjút. Ő nagysága a Szentpétervári követségi titkár úr. Ah! Alfonzin most aztán üdvözlő mosolyjal nyújták kezét Jenőnek, ki azt remegve fogadta. Csak tartsa ön meg, súgák kegyteljes mosolyjal Antoanett. Mely anyai jóság teljes kimételenségre Alfonzin hirtelen odaborult anyja keblére, valószínűleg arcának szemérmes elpirulását eltakarandó. Jenő pedig sietett kezet csókolni leendő napának, mire az jenő homlokának egy csókot adott. Hidegett, mint egy fakép. Alfonzin nem volt többé rábírható, hogy lesütött szempilláit felemelje. Most már vőlegénye előtt. Mikorra kívánja ön, hogy ismerőseinket értesítsük e felől? kérdezi Antoinette. Holnapra, ugyebár? Délelőtt tizenkét órára? Eléggé sietek -e? Ó, Jenő nem talált elég erős szavakat hálája kifejezésére. Tehát holnap 12 órakor. Ön jöhet hamarabb is. Nem, de Alfonzin? Itt ismét sora volt, hogy Alfonzin errejtse arcát anya közé. No, felej hát, hisz ez a te dolgod. Alfonzin alig halhatólag bírt annyit rebegni, hogy igen. Mikor úgy megzavarja a szemérmes lánykának az eszméit, az a gondolat, hogy most férhez kérik. Ez kegyetlenség. Jenő pedig túl boldoggá lett ettől a suttogó szótól. Még a kinevezési oklevelet is majdott felette. Antoanet asztalán, mikor elment. Annak kellett azt utána vinni. Legalább még egyszer megszoríthatá leendőveje kezét a kegyteljes delnő, s szemébe mondhatá, büszke vagyok önre. Jenő most már rohant haza. Úgy érezte, hogy most kezd el élni. Az eddigi csak növény élet volt. Most lett már ember. Ami vágyainak zenítjét képezte, egyszerre egy napon elérve mind a kettő. Úr lett és férj. Irigy lett úr, irigy lett férj az egész világ új alakokkal népesült meg egyszerre körüle, hanem valami még úgy borongott kedélyén. Olyan volt az, mint ez az ősz utói nap. A velőfény süt, de valami vékony köd fekszik előtte, mely nem engedi, hogy tisztán ragyogjon és melegítsen. Ez a ködborongás jenő boldogsága verőfénye előtt az a folyton nyomasztó tudat volt, hogy anyja erről semmit sem tud. Az nem akarta, az nem örül ennek. És ő hozzájutott ehhez a boldogsághoz, anélkül, hogy megküzdött volna érte anyja ellenvetéseivel, anélkül, hogy meggyőzte volna annak szerető szívét magával-e szeretettel. Megszökött, bujdokolt előle. Örül gyáván, hogy nem találkozott vele. Titokban örvend, hogy a harc ellet engedve szívének. Valami nyugtalan szellem jár minduntalan mögöttes büszkesége, boldogsága álmain keresztül suttogja szívébe ez ébresztő szót. Te gyáva! Hasztalan menti magát egy nyugtalanító kísértet ellenében azzal, hogy hiszen annak örül, hogy anyja megmerekült. Hazudsz, súlya neki az igazmondó öntudat. Annak örülsz, hogy te menekültél meg az anyától. Az est közelette még nyomasztóbbá tette ez önvádat. Nem tudott hon maradni. Felkészült, hogy kimegy valahová, pedig ezen a napon nem sok szórakozás kínálkozott Bécs utcáin és mulatóhelyein. Mikor tükre elé állt, hogy nyakkendőjét megigazítsa, egyszerre visszatántorodott. Az a retteget rém, aki egyszerre szívébe suttogja-e szót, te gyáva, most egyszerre alakott, arcot öltve támad elé. Édes anyját látja belépni a szobába. Anyám! kiált a rémület folytott hangján az ifjú. Ó nem, az az alak állt előtte, akitől ő rettegett, akit ő úgy várt, mint büszke parancsoló tekintetű úrnőt. Egyike a golgotai alakoknak Kik ott roskadoznak a keresztfa tövében, halavány, kiindulta arccal, szemekkel, mik már elpazarolták könnyeiket. A fájdalom élő kifejezése. Ez volt az ő anyja. És e pillanatban meglehetett elégedve szívével az ifjú, nem jutott eszébe, hogy ez a nő az ő nagyra vágyását, az ő szenvedélyét megtámadni ő ide. Csak az jutott eszébe, hogy anyja a veszély tűzhelyén jár. Megölelte őt, mintha ölelésével akarná eltakarni, hogy meg ne lássák-e drága alakot. És érezte arcán anyjának égő lázas csókjait. Ó, ez nem olyan csók volt, mint azért a másik anyái. Hogy jössz ide, édes kedves anyám? Nagy útról jövök. Nekem azt mondták, kimenekültél, és már pozsonyban vagy. Úgy volt. Három nap hasztalan kerestelek, aztán felhagytam a reménye, hogy megtaláljanak, és elhagytam a várost. Hanem pozsonyban hallottam valamit, és az visszahozott. Te visszatértél. Hogy veled beszéljek. Ó, minek tetted azt? Hiszen ha tudattad volna velem, én mehettem volna oda, ahol te vagy. Miért nem parancsoltál velem? Ó, én nem parancsolok. Én nem tanultam azt. Könyörögni jöttem hozzád, volna oh, tőlem. Ne nézz engem kísértetnek ki, közéd és vágyait közé áll. Nem akarlak én lebeszélni semmiről, amit te elhatároztál magadban. Csak könyörögni jöttem hozzád. Anyám, ne szólj ezen a hangon, kérlek. Bocsáss meg, érte. Nem akarlak keseríteni. Nehány nap előtt még voltak követeléseim fiam iránt, ma már nincsenek. Akkor írtam hozzá egy levelet. Megkaptad de. Büszke, sírtegető levél. Tépd össze. Ne emlékezzél rá többet. Azt egy haragos asszony írta. Az a haragos büszke asszony nincsen többé. Minket igen nagy csapások aláztak meg, és azoknak még nincsen vége. Ó, én nem vagyok más, mint egy gyászoló özvegy. Ki fiainak megásott sírja előtt könyörög, maga sem tudja kinek. Talán a sírnak hogy ne kívánjon megtelni. Ó, édes jóanyám, hiszen fiaid élnek. A nő szeme a könnyek közül villámokat lövelte szóra, megrakadta Jenő kezét hevesen. Tudod, hol élnek? Az egyik mostör utat magának a Kárpátokon keresztül hazájába. Előtte, mögötte, körüle üldözők, alatta a tátongó hegyszakadék, az árat hegy folyam, felette a vihar és a kesejük. Ha el nem fogják, ha éhen nem vesz, ha folyamok el nem nyelik, talán a csatatérre menekülhet. Ott várja őt már a másik fiam. Vezetője egy csapatnak. Tudod, kikből áll ez a csapat? Gyermekekből, kik anyjaiktól megszöktek, és családapákból, kik nőt, gyermeket elhagytak. Valami retteretes láz űzi valamennyit a halál mezejére. Ott elfognak veszni valamennyien. De hát miért kell nekik elveszniak? Mert nagyon fáj nekik a szívek. És nem tudják másként meggyógyítani. De hát, ha győzni fognak, anyám, fognak. Az Istenre mondom, fognak. De az nekik nem fog használni semmit. Csak nagyobb veszedelem támad belőle. Csodákat fognak tenni, kényszeríteni fogják a világot, hogy őket tisztelje. Ragyogni fog csillagzatuk az egész elsötétült Európa fölött. Annál rosszabb rájuk nézve. Ítéletük már ki van mondva, megpecsételve a világ minden hatalmasai által. Ha meghalnak egy ütéstől, jó, ha nem, kapjanak másik ütést és annyit, amennyi elég lesz nekik, hogy meghaljanak pozsonyban tudtam meg ezt, elfogott leveleikből. Ez hozott vissza. Engedd meg, hogy leüljek nálad. Nagy utat tettem, és sok a gyalog. Ó, szegény anyám. Jenő leülteti anyját maga mellé a pamlagra, és átölelte vállait. Hogy ne jöttem volna vissza, hogy még egyszer lássalak utoljára ez életben. Ó, nem mondd azt! messze fogsz menni tőlünk, s jaj nekünk, mikor ismét visszatérsz. A büszke emberek már sorakoztak és kifőzték, hogyan álljanak bosszút az anyjukon, aki őket megfenyítette. Kik azok? A te barátaid. A te pártfogóid. Nem szidalmazom őket, ne félj. Ők jobbat akarnak veled, mint én. Én elvesztenélek, ők megmentenek. Én sötét, zord, röntelen életet készítenék számodra, ők neked boldog szerelmet, fényes pályát adnak. Jobban szeretnek, mint én. Nem versengek velük, nem fiam. Igazad van neked és nekik. Mi örjöngők vagyunk akik semmiért, egy gondolatért, egy álomképért mindenünket odaadjuk, megkínozzuk magunkat és meghalunk. Ne érts meg bennünket soha. Légy boldog ember. Eredj azokkal, kik most elindulandnak a minden oroszok birodalmába szövetséget keresni, felháborodott hazájuk ellen. Mind magyarok ők és bizonyosan mindannyinak úgy fáj a szíve, mint neked, midől legfélelmesebb ellenségüket meghívják, tulajdon anyjuk, tulajdon testvéreik ellen. És mégis megteszik, mert erős meggyőződésük, hogy az anyát, a testvért meg kell hódítani. A baradlai címeren két nagy folt esett. Ödön és Richard nevei. A te neved befogja azt aranyozni. Minő fényes cáfolat lesz az a világ előtt, ha hirdetni fogják a két hűtelen baradlai ellen, tulajdon testvérük a harmadik indult el meghívni a nagyhatalmú szövetségest. Jenő arca sápat lett, mint a szobor, merev tekintettel bámult maga elé. Ezt neki nem mondták elébb, pedig bizony magától is rájöhetett volna. A kimenetel nem kétséges, bizonyos, folytatá Jenő anyja, látnoki tekintettel bámulva a gyertya világába. Mi elfogunk fogunk veszni, de te megmaradsz. Két hatalom ellen meg nem állhatunk. Ha mind vasból volnánk is, eltemetne bennünket a ránk ömlő láva. Bátyáid majd elesnek itt amott. A halál olcsó, te boldog ember lehentsz, és új családot alapítasz. Te maradsz a baradlai család fő szép nő irigyelt férje Feledhetetlen szolgálatokért fényes kitüntetésekkel jutalmazva, magas, előkelő férfi. Az új korszak leendő büszkesége. Jenő meg annyi nehéz követ érzett fejére hullani a keserű dicsőítés szavaiban. Hozzád jönnek majd könyörögni sokan az alacsony emberek közül, kiknek olyan porban mászó panaszaik vannak. Sok jót fogsz tehetni. Tenni is fogsz, tudom. Mert jó, kegyelmes szíved van. Azok között, kik hozzád, mint nagy, hatalmas úrhoz folyamodni jönnek majd, fiam. El ne felejtkezzél az én kérésemről. Lásd, én siettem hozzád a legelső folyamodással. Ó, mennyire megalázva érezte magát az ifjú, hiszen ha gúny volna az, amit anyja mond neki. De való. Nem magamért, nem testvéreidért könyörgöm hozzád. Minket a mi végzetünk majd utolér s ha utol nem érne hiddel, szemközt megyünk rá. Rihárd bátyád nőtlen, néma marad utána senki. De ödön bátyádnak két szép fia van, az egyik csak most egy hónapja született. Bizonyos az, hogy nagy szolgálataidért fényesen lész megjutalmazva. Bátyáid vagyonát majd el fogja kobozni a hatalom. És azt akkor majd mind tenyered meg. Jenő rémülten szökött fel helyéből, mint Saul, mikor a próféta lelkét eléje idézte az endori bűvésznő. Anyja folytatá. És majd akkor, midőn gazdag és hatalmas fogsz lenni, midőn egyedül fogod bírni mindazt, amit most együtt bírunk veled, midőn boldogságot fényében úszni fogsz, fiam. Emlékezzél ez órára anyát könyörgő szavára, fiam. Bátyád gyermekeit koldulni ne engedd. Anyám! kiállta fel magán kívül, keservtől agyon kínozva a legkisebb testvér. S odarohant Ió íróasztalához, kirántott a fiókjából kinevezési oklevelét, s darabokra szaggatva szórta azt el maga körül és aztán sírva borult anyja ölébe. Én nem indulok el azon az úton. Ó, az leírhatatlan öröm volt, amivel ez szavakban anyját megajándékozá. Hogy ölelte, hogy csókolta a gyermekét, ezt az utolsót. Ezt a legjobban szeretett. Nem fért neki megmondani, hogy ő a legkedvesebb gyermeke. Mind a három között. Ugye velem jössz, fiam. Anyám, veled megyek. Téged nem bocsátlak harcolni. Te velünk maradsz, vigasztalunk lesz. Én azt akarom, hogy te élj. Én azt akarom, hogy te boldog ember légy. Ugye megengeded nekem, hogy én azt remélhessem, hogy te boldog ember fogsz lenni. Jenő nagyon sóhajtott. Ezébe jutott valami, aminek most már vége. Még átlátszó a víz, amelybe elmerül az, de már halva van. Az álmodott boldogság képe. Nem felelt semmit, csak megcsókolta anyját. A kínált áron nem akart boldoggá lenni, más áron pedig a boldogság nem kínáltatott. Siessünk innen, mentül elébb, Eszébe jutott az útlevél. Itt várt számodra az útlevél, anyám, ha tegnap jöttél volna. Ma ismét használt veheted? Ki adta neked ezt az útlevelet? kérdé Maradlainé. Jenő gondolkozott, hogyan ne említse azt a nevet. Családunknak egy régi ismerőse, ugyanaz, ki a kinevezési oklevelet szerzi számomra. És hiszed, hogy én e kézből elfogadok valamit? Baradlai a többi papírongyok közé veté az eltépett útlevelet. Legyenek együtt. Mit tettél? Most hogyan menekülsz? Minden út, minden kiárat őrizve van. A delnő büszkén emelé fel most már diadalmas arcát. Mintha nem tudnék túljárni valamennyinek az ezén. Vetköpenyedet köpenyedet, fiam! Elviszlek én magammal úgy, hogy emberi szem meg sem láthat. És a másnap hiába várta a kegyelmes úr az új követségi titkárt, hogy elevezesse a felesküvésre. Hiába várta örömanya és menyasszony és meghívott vendégseleg a vőlegényt a gyűrűváltásra. Nem jött az többé elő. Bizony magával ragadta a harmadik fiát is. Az a rettenetes asszony merre tűnt el, hol mehetett ki a szoros őrizet közül, soha sem találtak is senki. Hiszen minden útja el volt állva. Arra a gondolatra nem jött senki, hogy ilyenkor a Duna folyama is jó országút, olyan emberek számára, akiknek van szívük éjjel sötétben sűrű köd alatt egy pár vakmerő halász evezése mellett, egy keskeny csónakon a hullámokra bízni életüket.